Hát, a Bajnokok Ligája csoport a, az ötödik utolsó előtti fordulójában egy nagyon izgalmas mérkőzés láthatott az, aki végig tudta nézni a, az RB Leipzig Real Madrid mérkőzést, amely 3-2-es győzelemmel zárult. Ennek az összefoglalóját fogod most hallani, természetesen képet és, és, videót nem fogsz benne látni, hiszen ezeket majd az UEFA oldalon, illetve az M4 oldalon tudod megnézni. Ha valaki azzal kezdi a, a mérkőzésre való gondolkodást, hogy hát ez a Lipcsének egy könnyebb győzelem volt, hiszen egy tartalékos Real Madrid lépett pályára, akkor azt szeretném mondani, hogy a Real Madridnak tulajdonképpen a második, de még a harmadik kerete is olyan, amivel simán be lehet jutni akár a bajnokok ligájában a legjobb 16 csapat közé, ebben egészen biztos vagyok. És az, hogy nem játszott ugye Benzema, nem, nem játszott szabálosz, nem játszott Diaz, nem játszott Luka Modric, és nem játszott Valverde, az tulajdonképpen azt jelentette, hogy néhány játékos számára itt volt a lehetőség, és Kamavinga, Chuameni, Kroos, Vinicius Junior, Rodrigo Asensio játszottak, és hát ezek azért nehezen mondhatók sokkal rosszabbaknak, mint az előbb említettek. Úgyhogy egy nagyon erős, reál ellen játszotta a Lipcse, és hát érdekes lett volna megnézni, Hogyha még ezek a nagyon jók is játszanak, akkor vajon mi történt volna? De a reál mindig az, amelyik ezen a néven kimegy a pályára, és a reál játékosok mindig be akarják bizonyítani, hogy ők a legjobbak a világon, és többnyire ez beigazolásra is kerül. De visszatérve a lényeghez, ugye ott hagytam abba tulajdonképpen a, a Lipcséről való történetemet hogy az Augsburg ellen, nézzétek meg a videót, az Augsburg elleni mérkőzésükről készített videómon arról beszéltem, hogy olyan ellenállhatatlanul támadta Lipse az utolsó 30 percében a mérkőzésnek, hogy ott nem lehetett egyszerűen más, mint az, hogy legalább 3-3, sőt, benne volt a 4-3, annak ellenére, hogy 3-0-ra vezetett az ellenfél. Úgyhogy egyáltalán nem meglepő az, hogy a Lipse innen folytatta a történetet, egyébként nagyon-nagyon jól volt felrakva egy-két problémától eltekintve, hadd mondjam a problémákat, hogy a Raum hát, mérkőzések óta semmit nem mutat. Kicsit az az érzésem, hogy a Marco Róza, mintha azért hagyná fenn a pályán, hogy lendüljön a világbajnokságon majd a németeknél, mert elég valószínű, hogy ő lesz ugye a baloldali futója a németeknek. Nem tudom, ezt meg kellene oldani, és végül is a helyére, helyére bekerül diáló fölényesen, és nagyon-nagyon jól oldotta ezt meg, és rengetegszer futott előre, úgyhogy nem lennék meglepve, ha a következő mérkőzéseken már a diáló kezdene. Schlager és Heider a személyében a védelem előtt két nagyon erős szűrő volt, akik elvették a kedvüket a Real Madridnak a kreatív játéktól, de a véletlenül. Látjöttek a, 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 ezen, a, ezen a középpályás vonalon, védekező középpályás vonalon, akkor ott volt a fantasztikus napot kifogó Orbán. Itt újra felhívnám a figyelmet, hogy a mezén ott van az A betűn a, a vessző, Tehát ő nem csak az édesapja miatt, hanem egyébként is természetesen tudjuk jól, magyarnak, magyarnak gondolja és magyarnak érzi magát, és van, valami fantasztikus párost alkottak, és még arra is volt idejük, különösen Guardiolnak, hogy előre szaladjon bizonyos helyzeteknél, de Orbán is ment előre többször. A középpályás sor pedig szerintem a lehető legjobban volt főrakva, Fosberg, Genkunku, Szoboszlai, és amikor Fosberg már nagyon elfáradtak, akkor Dani Olmó jött be a helyére, rendkívül rosszul játszott, összes helyzetét, összes lehetőségét elszúrta. És ami még hibás volt talán a föltételben, az az, hogy André, André Silvával kezdett. Szerintem itt már eleve a werner kellett volna megpróbálni, de így a Werner pihente jött be, és tudott rugni egy gólt. Tehát ezt is mondhatjuk, hogy minden rendben volt. Na most ugye a mérkőzésen, ahogy mondtam, elementáris erővel kezdett el játszani a Lipcse, és ez most már egyre inkább mutatja, hogy nincs csapat, amelyik ha így támad a Lipcse, akkor, akkor meg tudja állítani. Hát gyakorlatilag négy olyan helyzet volt, amiben kettőt tudott még védeni a kurtoá, sőt tulajdonképpen a 13. percben szobozta egy csodálatos szögletét, megfejelte egy befutó lipcsei játékos, én ugye nem hallgatom hanggal, tehát nem mindig tudom, hogy ki volt, majd megírjátok. Ezt még fantasztikus reflexek kurtoá ki tudta védeni, de pont odaütöttek várdióhoz, aki nagyon okosan, nagyon helyezetten, szépen befejelte a hosszú sarokba, ahová kurtoá a a hiába hosszú nem érte el, és ezek után pedig ugye megint benne volt megint benne volt Szoboszlai a második gólban is, hiszen ugye a jobb oldalról, a bal oldalról ugye neki odatták a sarok, a sarokra, a sarkán át. Én nagyon picit hosszan szöktette magát, de a másik lábával tovább tudta adni, és az ment André Sívá, az André, André Sívá pedig Enkunkut kiugratva, Enkunkut belőtte. Úgyhogy nagyon-nagyon szép gól volt ez is. Ugye 18. percben gyakorlatilag 2-0 volt a Lipcse javáros, innen kellett kapaszkodni, ami nem nagyon sikerült, sőt lehetett volna 3-0 is, mert Enkunku önzetlenül középre adta a másik fél dő, első félő vége felé, első félő vége felé Szoboszlainak, aki viszont pontosan Kurtoák kezébe lőtte a labdát. Ez volt Szoboszlainak egyébként a legnagyobb helyzete. De az első féldőben Szoboszlain nagyon jól játszott, sok jó labdát adott, és ha tőle, akkor vagy a többiek segítettek, vagy ő visszaszerezte. Tehát kifejezetten jó játékosa volt ennek a csapatnak, Orbán pedig gyerekeket le a tehát ez egy, ez és középső hátvér, ezt most is bizonyította, Viníciusnak gyakorlatilag mozdulatai lehettek csak. Így volt az, amikor, amikor ugye egy szélen elszor, a jobb elszalt a Szenzió beadta, és pont Vinícius fejére, akinek csak bólintani kellett, csak kapufáról befejelte, ezzel se tette a meccset. Tehát ahelyett, hogy Szoboszai 3-0 alakította volna a mérkőzést, ugye a Vinicius 2-1-et hozott, és így az egész történet szorosabbá vált. Na most ugye a, a... A másik idő eljétől kezdve a Reál sokkal intenzívebben támadt, és ennek következtében önfeláldozóan játszott és védekezett a, a Lipcse. Nagyon sokat jött hátra Szoboszlai is, tehát próbáltak ugye létszámfölényt kialakítani védekezésben egyik vagy másik oldalon. Egyébként inkább a, 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 Reál bal oldalán mentek a támadások, a jobb oldalt sokkal kevésbé vették igénybe, ott viszont azon az oldalon tudták kontrollálni, és aztán a 69. percben pedig nagyon jól cserélt a Róza, hármat is a három legkifáradtabb játékost, ugye a Raumot, aki semmit nem mutatott a mérkőzésen, Foszberget, aki rengeteget hajtott és csodálatos labdákat adott, és André Silvát, aki, aki hát semmit szintén nem csinált. A Andrés Silva helyére a Vernát hozta be, Olmot hozta a Fossberg helyére, és Diálót nagyon jó csereként a Raum helyére. Cserélt hármat a reális, egyébként a Real nagyon ügyesen próbálta kicsit a pozíciókat változtatni már, a, már az első félidőben is, amivel megélénkültek a támadások, sem a második is ezekkel a kisebb cserékkel, alábával, Kárvállal és Hazárral, Léden Hazárdal, ugye e, voltak ilyen pozíciós cserék tulajdonképpen. Hazárt Hazard eléggé levették a pályáról a lipcsei védők, tehát az a fajta kreativitás, ami rájellemző, az nem tudott megtörténni, de igazából a döntő momentumot azt a Simákán hozta, aki egyébként az elejétől kezdve fenn volt a pályán, és valami hihetetlen hihetetlen futással, hihetetlen, hihetetlen kirobbanással előzte meg a Reálnak a baloldali játékosait, egészen lement majdnem az alapvonalig, és onnan mértani pontossággal beadta az érkező Timo Wernernek, aki ezt, csodálkozva tekingetett, hogy mit csináljon, mert egyedül van három rálossal, de aztán csak rájött, hát ugye egy vérbeli középcsatáról van szó, hogy kicsit oldalra kell menni és kiugrani hátuk mögött tulajdonképpen, és pont oda jött a labda, úgyhogy egy fantasztikus akció volt, és ezzel ugye három egy lett. Szoboszlainak a másik fél inkább csak beadásai voltak, meg inkább próbálkozásai, kicsit talán meg volt illetődve, azt lehet mondani, de még itt is ebben a fél időben is a jobbak közé tartozott, és hát ami fantasztikus, hogy ötöt cserélt ugye az edzője, és ő megint fenn volt végig. Tehát a Real Madrid elleni győztes mérkőzésen Szoboszai szóval szóval Dominik fenn volt, és a végén Enkuk egy kicsit rontott az összképen, mert egyébként nagyon jól játszott, nagyon kreatív volt, nagyon jó labdákat adott, kicsit önző volt, de ezt megszoktuk tőle. Végén úgy teljesen felesleg, és a belül rodrigo felrúgta, és hát a megítélt büntetőt ő értékesítette, de ez semmire nem volt már idő, úgyhogy gyakorlatilag ezzel, a, ezzel csak szépíteni tudták az eredményt. Úgyhogy ez egy nagyon nagy győzelem a Lipcsének, annál is inkább, mert a Lipcsé most úgy áll, hogy 9 pontja van, tehát ha otthon a Sattár ellen egy pontot szerez, akkor gyakorlatilag bejutott a, a ligájának a, a gyakorlatilag a topjába, ahol már ugye 16 csapat fog egymással versengeni. Ha viszont ez nem történik meg, akkor, akkor ugye az Európa Ligában fogja folytatni. De hát erre ne is gondoljunk, hiszen a Sertár ellen ezt a mérkőzést, amit a Lipcse játszik, mindenképpen meg kell nyerni. És ha ez esetleg nem sikerül, akkor döntetlen, ahogy mondtam, elég. A Real pedig biztosan megnyerte a csoportját ennek a veresség ellenére is ugye 10 ponttal már, már ott, van a, ott van a topom. Úgyhogy ennyit szerettem volna mondani, és még egyszer kiemelném a lényeget. Orbán talán a legjobb volt a Lipcsében, Szobosztai pedig a jobbak közé tartozott. Ennekünk nekünk, magyaroknak szerintem ennél több nem kell. Várjuk Gulácsi visszatértét, de Blaszics is egyébként nagyon jókat védett. Úgyhogy ez egy nagyon jó meccs volt, és sajnálhatja az, aki kihagyta. Remélem, hogy egy picit azért elmondtam ebből, és egy picit hoztam vissza ebből a történetből. Óriási hangulat volt, több mint 44 ezer ember volt a Lipcsé stadionban, és őrjöngve felállva buzdították az utolsó 10 percben a csapatukat, és mindenki mindent megtett, hogy ez tényleg egy nagyon szép győzelem lehet, legyen. Na hát nagyon köszönöm, hogy meghallgattál, ha tetszett nyomj egy lájkot, ha még jobban tetszett, kérlek iratkozz fel a csatornámra, és ha még jobban tetszett, arra kérlek, hogy segítsd a munkámat a videó alatt a számlaszámon, vagy nyomd meg a köszönet gombot, ez olyan, mint egy kávéra hívnál meg, hajrá Magyarország, hajrá egyetemes magyar labdarúgás, a jó Isten áldjon meg mindenkit.